Jogászok Bizottsága nem kormányzati szervezet szerint a bíróságokon rendkívül rossz a helyzet. A reformot formálisan a valóságtól elrugaszkodva hajtották végre. 2 hónappal a reformok után sem működik a bíróságok új hálózata. A Híradó kérdésére Bozóki Antal ügyvéd elmondta, hogy elsősorban meg kellene teremteni az igazságügyben dolgozók számára a feltételeket. Számos esetben megtörtént, mint ahogy ebben az ön által említett 3 esetben is, hogy problémák voltak, vagy elévült letelt az eljárásra kiszabott idő, illetve megszűnt a bűnvádi eljárás, például a Kertész Mihálynak az ügyében. Aztán voltak itt más olyan ügyekben is, amelyeknek a bírónak a hibája folytán nem fejeződött be az eljárás, és hát ez viszont egy jogállamban nem történhet meg, hogy a pereket idejében nem fejezik be, és hát ilyenkor felelősségre kellene természetesen vonni a bírókat. A JUKOM tagjai felszólítják a kormányt, a minisztériumot, az államigazgatást és az igazságügyi szerveket, hogy vállalják a felelősséget az előállt állapotért, és tájékoztassák a közvéleményt azokról az intézkedésekről, amelyeket a polgárok jogait sértő helyzet orvoslására kívánnak tenni.